10 gyermek érkezett a kicsi nagykövet Tolna megyei döntőjének eredményhirdetésére Szekszárdra. A több száz indulóból 13-an jutottak be a döntőbe. Közülük választották ki a megye kulturális, agrár és sportataséját, valamint a kicsi nagykövetet is. Strack Mária, a projekt ötletgazdája elmondta, eddig sikerült a kitűzött célokat megvalósítani. Elsősorban a gyerekek fejlesztése, de leginkább az, hogy kötődjenek a megyéjükhöz, a lakóhelyükhöz, ismerjék a hagyományaikat, a szokásaikat. Nagyon, nagyon sok olyan dolgot leltek föl a gyerekek, ami mellett elmegyünk már. És ők most szembesültek azzal, hogy milyen jó dolog Tolna megyeinek lenni. Csodálatos munkákat végeztek. Tolna megye kicsi nagykövete a Bonyhádi Mánditi Emma lett. Szeretem a környezetet, az országunkat, a megyénket. A kulturális atasé címet a szekszárdi Virt Enikő, az agrár atasé címet a Bonyhádi Masa Hanna, és a sport atasé kinevezést a Madocsai Nagy Ábel kapta. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke volt a verseny fővédnöke. Hát örülünk, hogy a gyerekek egyáltalán ezzel a témakörrel foglalkoznak. Ez a verseny arra volt jó, hogy a megyét még jobban megismerjék, utána nézzenek azoknak az értékeknek, ami miatt büszkék lehetnek Tolna megyére. A megye 4 legjobbja szeptember 30-án az országos döntőbe száll versenybe a másik 68 diákkal a magyarság kicsi nagykövete, valamint a magyarság agrár, kultúr és sport attaséja címekért.